Na Hali, üdv a Sigil 2 végigjátszásában! Negyedik pálya, Fragments of Sanity, Ultraviolence Plus gyors szörnyekkel. Gyere, implőd le a shotgunnert. Amint meghal, vegyük el a fegyverét, folytassuk vele. Jobbra előbb, au, ne akadjak meg. Jó. Oké, supercharge. És Sigil Sam, Chain Gun. Gyerünk, gyerünk be. Oké, titkos hely. Oké. Jó. Jó, plazmát nem vettük fel. Na nézzük, hol vannak a kakók. Plazma! Jó. Ez az. Jól állunk egyenlőre. Igaz, hogy egy teljes supercharge-ot elhasználtunk, de nem baj. Nézzük, maradtak-e Lost Soul-ok. Igen, meg ott van egy shotgunner. Úgy van. Maradt valaki? Nem. Jó, akkor lőjük le a kakót. Oké. Steampacket fölvettem. Igen. Jó, elszaladok a rakétavetőért, ez a következő titkos hely. Így. Gyerünk vissza. Ah! Ne akadj be! Oké, téged lelőllek, mert idegesítesz. Na, túl hangos vagy. Jó. Gyerünk erre, hogyha itt nagyon gyorsan átrohanunk, akkor van, hogy a Cyber Demont nem ébresztjük fel. Nem sikerült. Hát ez így nem lesz túl jó, hogy ő itt fog. Minden esetre lőjük le a Spectre-öket. Lost Soul-okat se ébresztettem föl. Gyerünk, Lost Soul-ok, csináljátok valamit. Oké. Na, legalább egyikük meghalt, nem. Ez veszélyes. Hát lehet, hogy szükségem lesz a plazmára. Jó, próbáljuk kinyitni a rácsokat. Hát, legalább lelőtte nekem a Spectre-öket. Oké, rohanjunk oda be. Du! Jó, imp, gyere. Lőjük le a shotgunnert is. Oké. Ezt fel kéne venni. Jó, oké, nyugi Cyber. És ki kéne menekülnünk. Vagy... hát nem hiszem, hogy meg tudjuk ölni. Egy kicsivel több plazma kéne. Gyerünk, megpróbálok kimenekülni. Gyere! Úristen! Miért nem nyílt ki rögtön? Na jó, hát minden esetre megúsztuk. Úgyhogy... menjünk ide, nyissuk ki, nyomjuk meg a kapcsolót, hát csináljuk plazmával, jön rögtön egy pinki, így, meg még egy shotgunner, jó, Baron infightolj, légy szíves, hát nem sikerült. Oké, akkor magam kell lelőni mindenkit. Jön még egy shotgunner, azaz... hát kapsz két rakétát. Ah, még az egyik mellé is megy. Nem baj. Chain Gunnal foglak akkor lelőni.
Elfutok azért a lőszerért. Jó. Oké, hát lényeg, hogy meghalt. Oké, itt lehet, hogy a csingan a legjobb választás. Fontos, hogy ne menjünk be. Jó. Na most, ha itt belépünk, akkor elindul az első prés, és próbáljuk meg úgy időzíteni, hogy akkor folytassuk, amikor fent van a prés. Tehát valahogy... így. És így nagyjából egy dinamikára fognak a prések működni. Oké. Nézzük, ki van arra. Hello. 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 Na még egy lövés. Ups, ez rosszul jött ki. Hát tulajdonképpen most már átfuthatok szerintem, azaz. Jó. Marad még egy imp, meg egy kakó. Óvatosan. Azaz. Oké, akkor most meg kell lőnünk a sigil szemet. Wow. Na. Így. Imp, hol vagy? Ez az. Gyerünk be. Van egy kis health, az nagyon jól jön. Folytassuk erre. Ezt meg kell lőni azt a... az a... Icon of Sin kicsiben. Vagy nem tudom, szerintem egy részlet belőle. Jó. Kapcsoló. És akkor ez kinyit egy új helyet. Jó. Szaladjunk ide. Ide nem tudnak bejönni az ellenfelek. Belőni viszont igen. Úgyhogy én gyanítom, hogy én mindjárt ki is szaladok erre. Így, és akkor a, hát a kakókat bírom a shotgunnal is. Állj losszul, nem örülök neked. Na, megvan. Van még egy imp, egy kettő. Jó. Oké, zuttyanjódjunk le. Vegyük fel a lőszert. Teleporttal vissza tudunk menni fel. De nem azt akarjuk, hanem... sigil szem. Oké, gyere kapó. Oké, hát bírjuk a chaingunnal is. Imp, tűnj innen. Oké. Ott van hátrébb még egy shotgunner is. És jön még egy kakó. Csak szép óvatosan, nem kell sietnünk. Oké, használhatunk akár egy kis plazmát is. Pinkik nagy meglepjenek. Ó, oh, jön egy shotgunner. Van még egy pinki. Oké, itt bent egy shotgunner. Egy imp. Imp a túloldalon is. Jó. Itt ismét van egy titkos hely. Vagyis nem, bocsánat, ez nem titkos hely, ez csak a... az út tovább. Oké. És itt van még egy titkos hely, ami a BFG. Itt akár egy... kakó. Jó, óvatosan, lassan a chaingunnal. Épp gondolkoztam, hogy egy BFG-t oda bevetni, de
Inkább nem. Inkább akkor így a plazmát használjuk. Oké. Jó, maradt még valaki? Ah, igen, van egy kakó. Gyere. Oké, lőjük meg a kék-piros falat. Vegyük fel, még a lőszert is meg vagyunk az összes titkos helyjel. Nagyon jó. Itt bújik még a shotgunner. Jó, nyomjuk meg a kapcsolót is. Itt jön egy elég kellemetlen hely. Van nagyon sok shotgunner ott bent. És igazából nem is érdemes őket így, hanem nyomjuk meg a kapcsolót is. Vegyük elő a rakétavetőt, és ha kakót látjuk, akkor tüzeljünk. Így nagy valószínűséggel a robbanás néhány shotgunnertől megszabadít, de még így is vannak nagyon sokan. Jó, azt hiszem a Lost Soul is egyet eltávolított. Nagyon veszélyes hely. Jó, egy meghalt. Jó, ismét egy meghalt. Még egy meghalt. Huhu. Hát, nem is tudom. Azt hiszem, hogy health-et nem hagytam sehol, úgyhogy a... Ó, gyere! Azaz, és van még, az tuti. Jó, gyerünk a health-ért. Oké, messze még egy. Jó, azt hiszem, hogy ennyi van. Oké, ott egy imp, plazmával most már jól állunk. Jó, itt van egy baron még. Oké, utolsó ellenfél maradt, ami a Cyber Demon. Gyerünk, öljük meg. És őre pedig biztonságosabb, micsoda visszapattanás, biztonságosabb használni a plazma lőszert. Én itt szoktam, csaljuk ide, és szép lassan ezen a helyen szoktam kilőni. Gyere, gyere szépen. Nyugi, kivárlak. Gyere, gyere, gyere. Gyere oda a sarokba. Na, hajrá, hajrá. Gyere szépen. Hát, kéne, hogy tüzeljen. Hogy rám lőjön. Azaz. Féltem, hogy átjön a rakétája. Jó, gyere, gyere, gyere szépen. Igen. Hát akkor gyere. Akkor shotgun által fogsz meghalni. Gyerünk!
Így ni. Na. Most már csak nem kéne a lávába beleesnem. És... kész a pálya. UV plusz nehézségen, te jó Isten. Hát igen. Jó, még a végén nehogy történjen valami. Hát ez is elvett jó sok időt, de... hát gyakorlásnak nagyon jó egyébként az ultraviolence nehézség a gyors szörnyekkel. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Oké, köszönj, hogy megnézted a videót, találkozunk a következőben.